Jánosnak már pontosabb volt az, hogy ne menjen bele a részletekbe, ne csupán leírja az eseményeket a maga sorrendiségében, hanem a szeretetből tanulságot tegyen. Arról a szeretetből, amit hallott és látott az üdvözítőtől. Az utolsó vacsora emlékezetében, arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. A keresztre feszített képében, hogy senkinek nincsen nagyobb szeretete annál, mint aki az életét odaadja a barátaiért. Vagy a szűzanyának az élet példája, aki az egész életét szeretetben, mégpedig szolgáló szeretetben töltötte el. Szolgálta a férjét, Szent Józsefet, szolgálta a gyermekét, Jézus, és szolgálja maga anyai példájával, szeretetével az egyházat, a gyermekeit, hiszen Jézus Krisztus minden vendégévő Szent János személyébe Mária gyermekeinek adott, íme ő a te fiat. Vagyis mi mindannyian az ő fiai vagyunk, és tőle nagyon sokat tanulunk, nagyon sokat merítünk. Hogyan jön így a képbe, és kérdezhetjük, Szent József ünnepén, maga Szent József. Szent szűzanyáról, üdvözítő szeretetéről beszéltem, de úgy gondolom, hogy mivel az evangélium Szent Józsefről nem sokat beszél, mindez a lelkületben, akár Jézus lelkületében, akár a szűzanyának a családi életének a lelkületében, szeretetében, ott van József is. Hiszen ő maga is élő példa volt a szeretetnek, támasza volt a családjának, értünk dolgozott, neki szentelte az életét, és ezt a szeretetet szűzanya is hordozta, Jézus maga is egész életének a részévé tette, mert ahogy mondtam, szeretni, dolgozni, az ember életnek a méltóságát, a hitnek az örömét tőle tanulta meg. József csak ott van a háttérben, de végül is a szeretetnek a titkát ő maga is hordozza. Talán ilyenek az édesapák is. Nem mindig az érzelmi oldalról közelítik meg a családi életet, a férfi embernek másnak a természete, de egy elkötelezett, odaadott, családjáért élő emberi életben a szeretetnek nagy misztikusai, a férfiak is, az édesapák is, a dolgos kéz, az a szeretet, ami az édesapák szívéből, szeméből, kérges tenyeréből mutatkozik, és arról tanúskodik, hogy megértették az evangéliumot, és megértették Krisztusnak az üzenetét, és megértették mindazt, amit Szent József is a kinyilatkoztatásból merített. Egyedül a szeretetnek van ereje, az emberi méltóságot megőrizték, a családot egybe tartani, és ezt a világot jobbá tenni. Mindannyian erre kaptunk meghívást. Hogy ennek akarunk-e részesei lenni, és személyes döntéssel tudjuk meghozni, hogy mi is igen gondolunk a szeretetre. És engedjük, hogy a gondolkodásunkat, az emberi életünket, munkánkat, imádságunkat átjárja a szeretet, amit Krisztus adott, amiről Szent János tanúságot tett, és aminek a Szent Család és az élén Szent Józseffel élő példája volt. Én a mai búcsú ünnepre ezeket a gondolatokat szántam is, az utolsó gondolat pedig persze az, visszatérünk az elejéhez, hogy a szeretet lesz az, ami megőriz bennünket Krisztusban, mert Krisztus, mint valóságos Isten, a szeretetnek a forrása, ő az igazi szeretet. Ezt kívánom, kedves mindnyájunknak, ezen a szép búcsúi napfényes ünnepen, hogy így ragyogja be a szeretet személyes és családi életüket, és ebben az egyház községben legyen mindig élő példa minden keresztény ember előtt, Szent Józsefnek, az igaz embernek a példája. Amen.